Szürke zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon folytatjuk a Terész körülti robbantóról szóló sorozatunkat, ez most a második rész. Az előző epizódban kitárgyaltuk a cselekménynek az összes vonatkozását, meg az összes tudnivalót. Ebben az epizódban viszont már ugye az elfogásról, a vallomásról, a technológiáról, amelyvel sikerül elfogni, ezekről fogunk beszélni, és hasonló egyébként az ügy szempontjából jelentős körülméről, így például a cselekmény előzményéről, mert hiszen az egyik hallgatónk révén tisztában vagyunk azzal, hogy az elkövetőt milyen fiatalkor terhelte, nagyjából, legalábbis például az iskolai éveit nagyjából össze tudjuk foglalni. Mielőtt azonban belevágnánk, el, hogy mi a véleményed a témáról, vagy hogy viselt ez most, hogy a második epizódhoz érkeztünk? Ahogy ezt már említettem az első epizódban is, ugye akár csak a Cseperi kettős gyilkosságnál itt is volt egy ilyen, egy ilyen, kicsit személyesebb aspektus ennek a, az eseménynek és ügynek, hogy ugye nyilván egy olyan helyen történt, ahol én is rendszeresen járkáltam, és tényleg egyébként durva, hogy ugye milyen eszközzel hajtották végre ezt a robbantást, és én is ugye egy kicsit olvasgattam, az ilyen támadásokkal kapcsolatban, és egy olyan adatot találtam, hogy pont egyébként nagyjából így 2016-17 környékén Európában a támadások 40%-ánál használtak ilyen, hát ugye dirty bomb, tehát ilyen piszkos bombát, vagy ilyen improvizált, házi készített bombát, és hogy tényleg annak ellenére, hogy a különböző országokban milyen megszorításokat, vagy nem is tudom, hogy, hogy hát törvényeket vezettek be, hogy hogy a különböző vegyszerek, meg különböző alapanyagok, amik egy ilyen bombagyártásához szükségesek, azok mennyire legyenek elérhetetlenek egy, egy átlag civil ember számára, de hogy még ezek a megszorítások után is gyakorlatilag nem lehetetlenítették el azt, hogy a, a, az emberek tudjanak készíteni ilyen, ilyen rögtönzött házi készítésű bombákat, és hát nyilván, ugye de az internetnek köszönhetően azért a mai napig bőven rá lehet keresni arra, hogy hogyan is készítsünk ilyen bombát. Hát most nyilván nem kell feltétlenül vegyészmérnöknek lenni. Gondolom én, hogy azért ezeket a csatornákat jobban figyelik már manapság, de ettől függetlenül szerintem tényleg nem lehetetlenség. És, és hát ugye a legszörnyűbb dolog szerintem egy ilyen jellegű robbantásban az, hogy itt nem csak pusztán arról van szó, hogy felrobbantunk egy épületet, és akkor történik, ami történik, hanem ugye ezeket a különböző fémtárgyakat, hát ugye most nem feltétlenül csak Csavarokról, megszögekről beszélünk, mint akár ebben az esetben, hanem tényleg ilyen különböző fém-szilánkokat, meg mi egyebet is, így a bomba köré, vagy a robbanóeszköz köré tekernek, erősítenek, helyeznek, és akkor ennek köszönhetően tényleg hát ahogy végigmentünk a sérüléseken is. Nagyon durva roncsolást tud okozni. Ugye a csontok, a belső szervek a minden tud sérülni, hisz. Gyakorlatilag az egyik célja ezeknek az ilyen jellegű fegyvereknek az, hogy tényleg minél nagyobb pusztítást hajtsanak végre, úgyhogy ebből a szempontból tényleg nagyon durva ez az eset, hogy ez így itt 8 évvel ezelőtt megtörtént, és tényleg egy olyan helyen, ahol egyébként rengeteg ember megfordul, és gyakorlatilag hatalmas mázli volt, hogy ilyen kevés ember tartózkodott akkor ott. A két sértetnek a gyógyulása egyébként viszonylag hosszú volt, de úgy nyilatkoztak a Zsaru magazinnak adott interjúban, hogy köszönik az orvosoknak, rendesen összeraktak minket. És arra a kérdésre, hogy vajon miért történt ez a cselekmény, meg hát hogy élték azt meg, hogy egy ilyen merényletet elkövettek ellenük, László elgondolkodott és azt mondta a Zsaru magazinnak, nem tudtuk igazából hová tenni, miért minket akart megölni. Érthetetlen volt az egész. Dühöt éreztünk. Nem is csak azért, mert megtámadott, hanem mert sunyi módon elbújva urvul tört az életünkre. Arra gondoltam, minél előbb fogják el, mert ismételni fog. Más kollégák is veszélyben lehetnek. Mind a ketten megnyugodtunk az elfogásakor. A bíróságon szeretnénk a szemébe nézni. Jó lenne megkérdezni tőle a miértet. értet. Gyanítom, erre soha nem kapunk hitelt érdemlő valós, elfogadható vagy kielégítő választ. Indok nélkül, lesből, aljasul támadott ránk. Egy dolog érdekel, mikor lesz vége ítéljék el jogerősen, záruljon le az életünk ezen fejezete, mintha becsuknánk egy súlyos könyvet. És hát beszéljünk a technológiáról, amivel elkapták. Ugye, amikor ilyen súlyos cselekmény történik, akkor a nyomozó hatóságnak első dolga valahogy begyűjteni azoknak a kameráknak a felvételeit, amik nem csak a cselekményt örökítették meg, de azt is, hogy a cselekmény előtt vagy után az elkövető merre, vagy milyen irányba mozgott. Mégis a cél ilyenkor az, hogy egyfajta láncolatot lehessen alkotni a felvételekből, rekonstruálni az elkövető útvonalát egészen addig a pontig, amikor olyasmit csinál, amely révén ő vagy valaki azonosíthatóvá válik. Beszáll egy autóba, esetleg egy taxiba, amelynek köszönhetően már felmerülhetnek további adatok. A rendszám, a sofőr emlékezete, a diszpécser szolgáltnak közölt információk és a sollok. Viszont a releváns kamerarendszer minősége továbbra sem a legideálisabb. Sem a kamerák tekintetében, sem a felvételeket feldolgozó szoftver tekintetében. Hallottam olyan kritikát, hogy még a taxitársaság nevét sem lehet egyes kamerák által leolvasni egy taxi oldaláról, ugyanakkor azt is meg kell jegyeznem, hogy az önkormányzatokkal együtt dolgozó térfigyelő kamerak karbantartó cégek előszeretettel ajánlanak olyan szoftvert, ami alkalmas az arcfelismerésre. A körülti robbantás alkalmával viszont az elkövető figyelt arra, hogy a budapesti térfigyelő kamerarendszer ne tudja lekövetni a mozgását, amiért sokszor ruhát váltott. Terv szerint váltogatta a menekülési útvonalat, és például a horgás sapkáját is lecserélt egy bizbósapkára. sapkára. Csak hogy működött ekkor Budapesten egy úgynevezett közlekedési irányítási rendszer, röviden IKSR, amit arra terveztek, hogy a forgalmas csomópontokon elhelyezett rendszámolvasó kamerák révén rendszámadatok gyűjtésével segítse a forgalom menedzselését. A rendszámolvasó kamerák mellett olyan kamerákat is kihelyeztek, amelyek a közlekedési eseményekkel kapcsolatos nehézségek feltárását is támogatták. No, ezek sem voltak feltétlenül alkalmas arról, hogy járókelőket azonosítani lehessen általuk. A fővárosi önkormányzat még ezt megelőzően elkezdte ezt a mintegy 480 kamerát, amibe 300 rendszámolvasó és 180 átnézeti kamera tartozott, ezeket a kamerákat rendészeti célokra használni. Így például adott tonna számot meghaladó súlyú járműveket észleltek általa és hasonlók. Miután artikulálódott az igény, hogy ezeket a felvételeket hosszabb távon is felhasználják a rendészeti célokra, a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatósága kvázi beékelődött a folyamatba, ennek keretében a Föri elkezdte összevetni a beérkezett rendszámadatokat a rendészeti adatbázisával, de utána az adatok anonimizálásra kerültek és továbbra is forgalomszervezési célokat szolgáltak. Tehát végsősorban egyfajta rendészeti funkciót kezdtek ellátni azok a kamerák, amelyeket egyébként más célokra építettek be, vagy más célokból húztak fel vagy léptettek működésbe, és kvázi ez determinálta a fővárosi kamerákat arra, hogy a körülti robbantó felkutatása érdekében a hasznukat vegyék. A körülti robbantót ugyanis egy ehhez a rendszerhez kapcsolódó kamerával sikerült megfogni, ami egy olyan fejlemény volt, ami az egész országban meglévő kamerarendszer központosítása felé a jogalkotás folyamatát. A térfigyelő kamerák felvételeivel foglalkozó munkacsoport irányítói az eljárás során egyébként számot adtak arról, hogy miként áll össze az a közel egy óra 30 perces felvétel, amely végigköveti az elkövető mozgását. A bíróság a felvételt annak a tárgyaláson történő levetítésével tette a bizonyítási eljárás anyagává, melynek során a tanúk kommentálták a látottakat. Az egyes felvételek esetében az elkövető hol alacsonyabb, hol testesebb formában látszott, míg más esetben magasabbnak és vékonyabbnak. Annak az üzletnek a felvételei, ahová betért, 4 per 3 as kamera beállítással készültek, így a kép torzított, ami növelte az ember test szélességét. Durva egyébként, hogy ugye, ahogy az előző epizódban is említettük, hogy akár a csékágyéval kapcsolatban, meg így tényleg ennél is, hogy azért az emberek elkövetik azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy tényleg akár a 2000-es évek elején, vagy a 90-es években vagyunk még, ahol nagyon-nagyon ritkán fordulhat elő bármilyen jellegű kamera is, ahol esetleg felvétel készül rólad. Nyilván szerintem sokszor az is az ember előtt van, hogy hát mennyire gagyi minőségűek tudnak lenni ezek a biztonsági kamerafelvételek, ami egyébként én is tényleg a mai napig meglepődöm, hogy egyszerűen mennyire két pixelből áll egy-egy felvétel, és nyilván ezzel poénkodtunk az ilyen ufós videókkal kapcsolatban, de azért, azért szerintem meghökentő tud lenni, hogy, hogy néhol mennyire kevésbé tud hasznos lenni egy ilyen biztonsági kamerának a felvétele. Nyilván értem, hogy azért itt vannak egyéb tényezők is, hogy talán az is, hogy mennyi adatot kell tárolgatni, meg kezelgetni, bár ehhez lehet, hogy te jobban értesz, hogy, hogy milyen különböző kamerarendszerek vannak, és hogy tényleg ezek így mennyi adatot generálnak, akár egy-egy nap alatt. De azért így belegondolni ebbe a modern korba, ami nyilván az elmúlt nyolc évben valószínűleg ebből a szempontból csak jobb lett, hogy hogy gondolom, hogy most már meg annyi ilyen, ilyen autóban található ilyen deskem, vagy ilyen fedélzeti kamera lenne, meg, meg tényleg, hogy, hogy még valószínűleg gyarapodott is a kameráknak a, a mennyisége ebben az elmúlt X évben, de hogy, hogy már ez a szám is, hogy egy 480 kamerát gyakorlatilag felhasználtak annak érdekében, hogy így megpróbálják összerakni a cselekményeket, azért ez sem lehetett kis munka, hogy ezt itt szépen megpróbálják össze, összeszabni, és akkor ezek alapján megpróbálni behatárolni, hogy éppen mikor hol tartózkodhatott. Az elfogásáról is egyébként vannak jelenetek, a különböző Tudósítások be is szerkesztették, nagyon szakszerűen egyébként, néha meglepően szakszerűen motozzák meg, de gondolom egyébként a rendészeti munkával foglalkozó hallgatóinak ez egyáltalán nem jelent újdonságot, tehát hogy pontosan megvan a módja annak, hogy a hátra bilincselt kezű oldalára fektetett elkövetőnek a fejét melyik térdeddel kell hátrafeszíteni, miközben éppen nézed át a, a nadrágját, mit te, jön, micsoda, tehát az a lényeg, hogy ugye nagyon fontos egyébként ebből problémák is tudtak már születni, ja, hallottam is ilyen sztorit, hogy, hogy nem, nem vizsgálták át a ruházatát az elkövetőnek, és már a rendőri intézkedés során hozzájutott egy fegyverhez, és például főbelőtte magát, hogy ugye megussza a, a, az intézkedés. Na ez egy hatalmas szégyen volt, volt tud lenni a rendőrségen, és hát ez, ez szerintem egy alap a karhatalmi szerveknél, hogy egyébként egy, egy, tet, egy, egy elfogott elkövetőt, azt megfelelően át kell, végig kell motozni. 2016. október 19-én 8 órakor kezdték meg a házkutatást. Ennek a házkutatásnak a jegyzőkönyve rögzítette, hogy a konkrét házba az intézkedés alávont gyanúsított által előadott kulcsal jutottak be. Az ingatlant a tűzszerész szolgálat beosztottjai nyitották ki, és az ingatlanba lépve észlelték, hogy robbanó anyagok, illetve robbanószerek előállításához és készítéséhez szükséges anyagok találhatók, ezért a házkutatást a szemlem megtartásáig felfüggesztették, az ingatlant 21 óra 34 perckor lezárták. Másnap, 9 órától fél, este fél 9-ig lefolytatták a szemlét, majd folytatódott a házkutatás. A házkutatás során robbanószer előállítása a szükséges anyagok csomagolására került sor, a pincében megtalált négy darab tányérban lévő ammónium nitrát koncentrátum elmosás módszerével megsemmisítésre került. Lefoglalásra került többek között a Présház belső szobájában megtalált egy darab stopinszállal ellátott, valószínűleg pirotechnikai vagy robbanóanyaggal töltött 9 cm hosszú, 1 cm átmérőjű henger. Találtak egyébként különböző gyanús tárgyakat még, így például piros kupakos műanyag benne folyékony anyagmaradványjal, kékfedelű fehér műanyag tégeit, valamilyen felirattal, PET palackokat, benne fehér porállagú anyagmaradványjal. Ezeket mind átadták a tűzszerész szolgálat részére, akik azokat a helyszíről elszállították. Lefoglásra került továbbá egy vezetékekkel és ceruzaelemekkel egybeszerelt szerkezet. Ceruzaelemek, vezetékre forrasztott ledek, sárga szigetelőszallaggal összekötve, egy fehér zacskóban kapcsoló, vezeték 9 fokos elemcsatlakozóval, 42 darab ellenállás, 15 darab biztosíték, rizs 23 darab csavarmentes izzó, egy adatkábel, csavarmentes piros-fekete vezetékkel összeforrasztva. Továbbá találtak különböző típusú elemeket, fekete színű őftáskát, kék hát Zsákot, két tekes drótot, egy papírcetlit, kedves fiam, kézzel írt szöveggel, ez azért fontos egyébként, érdemes megemlékezni róla, két darab papírdobozt, benne négy darab tartós távirányítóval és más elektronikus alkatrészsel, műanyag tasakot, benne nyomtatott áramkört, gázriasztó pisztolyt, különféle méretű elemeket, kávédarálót, mérleget, porcelán dörstálat, fekete nylon benne különféle zsinórokkal, bontott dobozokban mindössze 16 kg szeget, és szárító kötelet. Érdekesség, hogy az egyik helyiségbe a betört ablakon keresztül jutottak be, mert hogy azon védői felvetésre, melyre ugye később az eljárás során került sor, hogy ha és amennyiben október 19. napján foganatosított elfogás során a gyanúsított átadta a ház kulcsait, akkor október 20. napján miért ablakbetörés útján jutottak be a házba a és szolgálat szemlé résztvevő munkatársai. A bíróság tanukét hallgatta ki a szolgálat parancsnokát, aki ugyan maga nem vett részt a szemlén, csak másnap járt az ingatlanban, de hozzá futott be valamennyi információ, így a felmerülő kérdés megválaszolására kompetens volt. Előadta, hogy kollégái kulcsa jutottak be a házba, de az egyik helyiségbe nem tudtak bemenni, mert az ajtó csupán résnyire lehetett kinyitni. Az látszott, hogy az ajtó belülről valamivel blokkolva van. A tűzszerész járőr tőle kért engedélyt a behatolásra, de ezt erőszakkal nem engedélyezte, mert bármi olyan dolog lehetett mögött, ami nem kívánatos hatásokat váltott ki. Ezért azt az utasítást adta, hogy vizsgálják meg más behatolás lehetőségét. Ezt követően nézték meg kívülről az az ablakot, és ekkor adta azt az utasítást, hogy az ablakon keresztül kell beatolni, hiszen, mint fogalmazott, tisztában volt azzal, hogy robbanó szerkezettel kapcsolatos vizsgálatban vesznek részt. Egyébként ebben a helyiségben ugyan robbanáskész anyag nem volt, de számos olyan bizonyítékot találtak, ami összefüggésbe volt hozható azzal. A korábban említett PET palackok tele voltak töltve fehér kristályos anyaggal, ezen túl voltak olyan összetevők, amelyek a robbantásnál alkalmazott bombához hasonló, vagy azzal megegyező anyagnak tűntek. Hát egyébként elég rideg lehet besétálni egy ilyen helyre, hát nyilván nem egy toybox killer féle kínzókamráról beszélünk, ahol tényleg ilyen különböző eszközöket lehet találni, és csak találgatni mer az ember, hogy ezekkel pontosan mit is csináltak, de hogy ennek ellenére még akkor is, hogyha egy ilyen laikus ember besétál ide, és így ránéz ezekre a tárgyakra, nem biztos, hogy sok következményt le tud vonni. Nyilván ezeknek a tárgyaknak a 99%-a az így önmagában egyáltalán nem egy veszélyes dolog. Hát most petpalackokról beszélünk, meg, meg különböző elemekről, meg ilyesmiről de azért hogy így egybe látni ezt az egészet, hogy, hogy, biztos egy ilyen nagyon érdekes jelenség lehet, hogy, hogy, igazából csak találgatni, mert az ember, hogy itt milyen kísérleteket hajtott végre, hogy mik lehetnek ezek a pormaradványok, meg ilyesmi. Hát nyilván, amikor már egy szakértő tekint rá ezekre, akkor ott már adott esetben ezeket a különböző sémákat, mintákat észreveheti, hogy na akkor itt ez mire lehet jó, az mire lehet jó, de hogy, hogy tényleg egy ilyen Sufni tuning bombagyártásnak gyakorlatilag az alapanyagain így végigmenni, végignézni, azért ez, ez tényleg elég durval lehet, meg hogy, hogy egyáltalán tényleg, hogy ezt honnan szerezte be ezeket, mennyi idő kellett hozzá, ez, ez biztos egy nagyon érdekes része lehet ilyenkor a, a feltárásnak és a nyomozásnak. Az a helyzet, hogy ennek az ügynek egyébként van folyamánya is, tehát vannak olyan résztvevői a tárgyalásnak, így például az, ád, az, elkövetőnek a hozzátartozói, akik mindmáig emlegetik, hogy nem az elkövető volt az elkövető, tehát nem a általunk egyébként későbbiekben megnevezendő személy volt az elkövető, hanem a gombot varták a kabáthoz, meg hasonlók. De aki egy ilyen helyszírebe megy az elkövető, tehát a, a, gyanúsított elfogásakor, és azt látja, hogy basszus itt minden arra van felhúzva, hogy egyébként robbanó szerkezetet gyártsanak, meg hát ez a 16 kg szög, hát ez mit mond el neked? Hát mennyi volt? 6 kg szöget használtak fel a terészkörülti robbantáshoz? Igen, pontosan 6 kg szög szunnyadt a hátizsákjában, mint ahogy az előző rész intrójában hallható volt. Tehát ez azért azt állítja, vagy azt sugalmazza, hogy a terészkörülti robbantó egyébként készen állt volna további cselekményekre. Beszéljünk hát róla, akit egyébként elítéltek a robbantás miatt. Ő Paplászló Gergely néven ismert, de mi nem hiszem, hogy a teljes nevén fogjuk hivatkozni. Ennek egy oka van, hogy nekem már van egy Paplászló az életemben, és az a Csepeli kettős gyilkosság áldozata, és ezen nem szeretnék egy hamar változtatni. Úgyhogy én szerintem a rövidítés fogom PLG-ként fogok rá hivatkozni, de meglátjuk. És a PLG története Csepelen kezdődik. 2013. szeptemberében kezdett járni a Csepeli útba, Repülőgép szerelő szakra jelentkezett, azaz hivatalosan repülőgépész szakra. Ez egy OKS képzés volt, abban az évben kivételes kis osztály indult, a tanárok szerint az addigi legkisebb. Tudni kell, hogy ő egy ideig a nagyszüleinél lakott, nem volt ostoba gyerek, egy szaktársa szerint csöndes volt, magának való, de már első nap betalálták a többiek, látták, hogy ő a leggyengébb láncem, aztán mentek a szokásos beszólogatások, meg a bullying, ami egy osztályban talán megszokottnak mondható. László viszont ideje korán egyértelművé tette, hogy én nem ezért jöttem ide, hanem tanulni. Aztán kijelentette, Akinek valami problémája van velem, azzal nagyon szívesen kimegyek lerendezni. Ekkor egy szaktársa odaszólt a többieknek, ne basztassátok már, mert még a végén behoz egy pisztolyt, aztán lövöldözni kezd. Ekkor már ugye volt precedense Magyarországon az iskolai lövöldözéseknek, ez ugye Gere Ákos által elkövetett Pécsi Egyetemi lövöldözés volt. Atrocitásokra, így például őt érintő verekedésekre végül nem került sor az iskolai évei során. Egyeset volt, amikor összetűzése volt valakivel, de vele is csak lefogták egymást, mert annyira viccese sikeredett, hogy a szaktársak elkezdtek gúnyolódni, hogyha valakivel problémája lesz, akkor vele is fog majd táncolni. Első évben senki nem kommunikált vele igazán. Nem is volt nagyon beszédes típus. Mindig neked kellett kezdeményezni vele egy beszélgetést, ha kommunikálni akartál vele. Meglehetősen feszült kiállása volt, elég könnyen meg lehetett ismerni a testtartásáról. Social média felületen egyáltalán nem volt jelen. Mondták neki, hogy legalább azért csináljon valami Facebookot, hogy az osztálycsoportban elérhető infókat meg tudja nézni, de nem akart regisztrálni. Magyarázatot erre sosem adott. A csoport szakmai óráit egy elég vulgáris tanár tartotta. Ő konkrétan papfasznak hívta két éven keresztül, talán azért, mert nem teljesített nála valami jól. Igaz, ennél a tanárnál, aki nem teljesített jól, azt impotensnek hívta. 2014 nyarán a szakmai gyakorlatot a Budőösi Reptéren töltötte. Továbbra sem barátkozott nagyon senkivel, de igazából el lehetett lenni vele. Megvoltak a reggeli köszönések, váltottak néhány mondatot, aztán igazából ennyi. Volt egy motorja, rendszerint azzal jött be, meg egyszerre is ment vele túrázni pár hétre Szerbiába. Erről nem mesélt különösen be részleteket, de mondta, hogy nagyon jó volt. Mesélt viszont a gyerekkoráról, hogy évekig Dél-Amerikában éltek az apjával. Ez az a sztori, amit később a Blick is lehozott, mivel őt és a hugát elrabolta az apja, és magával vitte Dél-Amerikába. Volt róluk riport a csellengőkben is, ami egy darabig a YouTube-on is fent volt, illetve a fókuszban is szerepeltek. Noha László a szaktársainak úgy számolt be ezekről az időkről, mint egy nyaralásról. A szakmát végül nem fejezte be, a második évben elég sokat lógott, sokat késett, elkezdte lazán venni a dolgokat. 2015 nyarán jött a szakvizsga, melynek a gyakorlati részén teljesen elrontotta a vizsgafeladatot. Megjelöltek neki egy alkatrészt, amit le kellett szedni az egyik hajtóműről, és bár tökéletesen elmagyarázta a tanárnak, hogyan is működik a megjelölt alkatrész, de egy teljesen másikat szedett le a hajtóműről. Az ítélet is úgy fogalmaz egyébként vele kapcsolatban, hogy a képzés mindkét év folyamát elvégezte, a szakot viszont az utolsó vizsgák letételének hiánya miatt nem végezte el, de tanulmányai alkalmasak voltak arra, hogy egy elég alapos elektronikai és műszaki tudást szedjen össze. Ezt követően más tanulmányokban nem kezdett, bár kereső tevékenységet nem folytatott, ezen időszakban mintegy 2-3 millió forint közötti ismeretlen forrásból származó készpénzzel rendelkezett. Hát ez is eléggé kísérteti hogy tényleg akár csak a iskolai lövöldözésekkel kapcsolatban és is beszéltünk, ugye ilyen különböző jelekről, amiket az illetőnek a környezete általában nem vesz észre, vagy teljesen másképp értelmez, hogy azért itt is, itt is visszacsengett egy-két ilyen jellegzetes dolog, hogy hogy viselkedett, meg hogy nem viselkedett, mennyire távolságtartó volt, hogy élt meg bizonyos pillanatokat az életében. Hát nyilván ugye ez tényleg mindig nehéz azért így így bekategorizálni külsősként, hogy vajon pontosan miről lehet szó, és hát nyilván ez is egy, egy érdekes szürke zóna, hogy akár a tanárok, a, a, vagy egyéb az illető életében résztvevő felnőtt személyek azok hogy reagálnak erre, és hogy, hogy mennyire kötelességük észrevenni ezeket a dolgokat. De hát igen, azért nyilván annak tudatában, hogy pontosan mit is hajtott végre, Azért, azért tényleg egy érdekes dolog így olvasgatni és hallgatni azt, hogy, hogy fiatal korában hogy viselkedett ő, és hogy viselkedtek vele, hogy ítélték meg őt, és hogy, hogy vajon ekkor mennyire lehetett már érezni azt, hogy valami nem stimmel, és hogy, hogy vajon mennyire lett volna kötelessége az ő körülötte lévő embereknek erre felfigyelni, és megpróbálni bármilyen szinten is segíteni azon, hogy, hogy esetleg más irányba terelni ezzel kapcsolatban, és hogy hát tényleg azért így akár már itt elkezdődhetett az írmagja annak, ami később lett az ő személyisége, és ahogy viselkedett, és gyakorlatilag ami őt rávitte arra, hogy végrehajtsa ezt a robbantást. Hát ugye a Csepeli kosút az nem közömbös egyébként számunkra is, nekem az édesapám konkrétan oda de egyébként egy gyerekori barátunk is oda járt, többször egyébként hivatkoztunk már rá a... A, a, műsor során. Egy ilyen nálunk fiatalabb kiséjen rosszul kezelt tagja volt a baráti társaságunknak, de az a helyzet, hogy egy kicsit rá is szolgált, mert egy rendkívül nagy lódítóról beszélünk, ő, őt egyébként Gerzson néven hivatkoztuk meg a korábbi epizódokban, és ő járt a Kossuthba, és amikor kínatkoztatta, hogy ő egyébként ezen a repülőgép szerelői szakképzésen tovább fog maradni, akkor emlékszem úgy hivatkozott, hogy hát ezt mondták neki a tanárok, hogy ez, ha elvégzed, akkor az olyan nincs, hogy 600 ezer forint alatt keressél. Ezt emlegette, ezt a nyilvánvalónak tűnő körülményt, illetőleg azt, hogy ez egy merő lazulás lesz a részéről, mert hogy most nagyon, nagyon lazán el fog telni két év, hogy ő kitanulja ezt a repülőgép szerelést, és aztán ezek a büszkélkedések egyszer csak abban maradtak, aztán hát ugye ő, ő sosem mondta el azokat a, nekünk, ami kompromittálták volna a róla kialakított, és általa egyébként ilyen végreteki kényszeresen tömjénezett képet, ezért azt vettük észre, hogy egyszer, már, egyszer csak már úgy nem jár suliba, hanem többet dolgozik, már nem csak hétvégén te dolgozgat, hanem most már hétköznap is dolgozgat, meg a hasonlók, és valahogy szerintem ő is ezen akadt meg, hogy nehéz lehetett a képzés, illetőleg a tanárok sem Fog, viselkedtek emberként a, a diákokkal, hát csak ez is, hogy papfasznak hisz, hát képzeld, ez az izé, ez depersonalizál. Tehát ez ez milyen dolog már, hogy hova, hova menjen ilyenkor az ember, amikor egy műszaki suliban elkezd így így bánni veled egy tanár, Mi? tehát hogy nagyon gáz. Az se evidens nekem egyébként, hogy miért pukhatott meg a PLG ezen a képzésen, tehát hogy nekem az derül ki, hogy azért, azért, a tudásával nem volt gond, a felkészültségével nem volt gond, csak hogy ugye egy rossz alkatrészt vett le az eszközről, vagy a, a hajtóműről, és ezért nem tudott átmenni, de a vége fele már nem is vette komolyan. De mondom, talán nem precedens értékű, hogy ezt a szakot a idő után a, a, tanuló nem veszi komolyan. Kihallgatásakor Pap László Gergely részletes ténybeli beismerő vallomást tett, Adott számot arról, mikor és miért határozta el, hogy robbanó szerkezetet készít. Hogyan sajátította el ennek ismeretét, milyen úton módon szerezte be a robbanószerkezet elkészítéséhez szükséges anyagokat, hogyan kísérletezett a robbanószerkezet tökéletesítése érdekében, illetve milyen próbarobbantásokat végzett, miért helyezett szegeket a robbanószerkezet köré. Arról is beszámolt, hogyan választotta ki a robbantás helyszínét, miként kísérte figyelemmel a célpontként kiválasztott rendőrjárőr mozgását, a robbantást követően pedig miként és milyen útvonalon távozott a robbantás helyszínéről. Elfogását követően a terhére rót bűncselekmény elkövetését tagadta, és a közöl gyanúsításra érdemben nem nyilatkozott. 2017. február 15. napján foganatosított gyanúsítotti kihallgatása keretében azonban kijelentette, hogy 2016. szeptember 24-én én tettem le a táskámat a robbantás helyszínére, amiben egy általam készített robbanóanyag volt. Magamtól ennyit szeretnék most elmondani, de kérdésekre válaszolok. A nyomozó hatóság adott időt arra, hogy a gyanúsított egyeztessen a meghatalmazott védőjével, abban, hogy nyilatkozzon vagy sem, és mivel úgy határozott, hogy válaszol a kérdésekre, nyilatkozott arról, hogy amikor már külföldön élt, érdeklődött a robbanóanyagok iránt. Amikor visszaköltöztek Magyarországra, érdeklődési területének egyike volt az, hogy miként lehet robbanóanyagokat összeállítani, és azt is eldöntötte, hogy ilyet fog készíteni. Előadta, hogy akkor nőtt meg az érdeklődése, amikor elkezdték megfigyelni és követni. A Mit jelent ez kérdése úgy nyilatkozott, hogy elsősorban az apja kísérte figyelemmel, és ez már külföldön is így volt, de amikor hazaköltöztek, akkor folyamatosan érdeklődött róla. Mint fogalmazott, azért gondolta, hogy így volt, mert apja már ott is megfigyelte az élettársát. Amikor Magyarországon már külön élt az apjától, akkor ezen gondolatai erősödni kezdtek. Úgy gondolta, hogy a megfigyelésbe az apja a rendőrséget is bevonta. Megfigyelése vonatkozásában több konkrét eseményt is említett. Arra a kérdést, hogy mindez a megfigyelés hogyan vezetett oda, hogy a robbanó szerkezetet elkészítse és működésbe hozza, úgy nyilatkozott, ez volt az egyik ok, de mint fogalmazott, az is megfordult a fejében, hogy ezzel pénzt is lehetne keresni, példaként említette egy ATM felrobbantását. akkor egyébként elmondta, hogy már több robbanó is készített, tehát próbálkozott, kísérletezgetett, változtatgatott az anyag tömörségén, és azon, hogy nagyobb indító töltet legyen benne. Volt legalább négy-öt sikertelen próbálkozás, amíg sikerült egy olyan szerkezetet készíteni, ami működött. A valomásában részletesen számot adott arról, hogy milyen anyagokból, milyen eszközökkel, hogyan készítette el a robbanószerkezetet. Közben megegyezte, hogy miközben a robbanószerkezetet szerkezetet készítette, bement hozzá a szomszédja, aki a szőlőt permetezte, de mint fogalmazott, sok mindent nem láthatott. Úgy nyilatkozott, hogy amikor első alkalommal megcsinálta a folyamatot, 5-6 kg ammónium-nitrátot kapott, a következő alkalommal már 7-8 kg is lehetett. Előbb azonban kisebb adagokkal próbálkozott, mint fogalmazott, azért, hogy rájöjjön arra, hogyan is készül. Az érzése, hogy őt követik, megfigyelik, egyre fokozódott, és ettől egyre frusztráltabb lett, ezért úgy határozott, hogy felrobbantja a körúton járőröző rendőröket, megszerzi a fegyverüket, és ezzel megszabadulhat a követőitől. Az osztálytársai, amikor meglátták az elfogásáról szóló híreket, teljesen le voltak döbbenve, az egyikük az osztálycsoportban elhelyezte a cikket, és az egyik hallgatónk, aki ismerte őt, úgy fogalmazott, hogy tudtuk, hogy nem százas, de azt azért nem néztük volna ki belőle, de a jelek árulkodtak. Azon a bolti biztonsági kamera felvételen ő szerepel. Hiába mondta védője a tárgyaláson, hogy hát nem látszik az arca, meg hogy nem az ő horgás Mi tudtuk, hogy ő volt. Megismertük a kiállását, mindig egy ilyen feszült kiállása volt a srácnak, pont ugyanolyan, mint ami a felvételen is van. Meg aztán a rajtaütésen lévő felvételen is felismertük, hiába volt kitakarva az arca, meg a piros szivikje is látszódott a felvételen, azt a suli alatt vette, arról is megismertük. Hát igen, érdekes egyébként így hallgatni, hogy, hogy pontosan hogy beszélt erről az esetről, hogy milyen információkat osztott meg, és nyilván nekem is egyből az a gondolat jutott eszembe, hogy hát akkor itt, itt mentálisan valami nem stimmel, hogy ugye gyakorlatilag ez a követikőt, és akkor hogy ő azért robbantana föl egy ilyen házi készítésű bombát, hogy azzal rendőrök megsérüljenek, vagy adott esetben meghalljanak, és akkor az ő fegyvereiket elvegye, hogy akkor majd azzal megvédi magát. Hát itt igen, itt nagyon nem stimmel valami. És hát akkor ezek szerint ez, a, ez az ismerőse, aki így, így nyilatkozott róla, hogy, hogy tényleg gyakorlatilag ők tudták, hogy nem százas, akkor valahol mégiscsak úgy tűnik, hogy hogy egy picit megerősödik az a, az a szá, hogy akkor ott fiatalabb korában lehet, hogy azért figyelni kellett volna rá, és akkor adott esetben megpróbálni segíteni rajta, mert akkor, akkor már a jelek bőven ott lehettek, hogyha az osztálytársai és a körülötte lévő emberek azért úgy, úgy, úgy tudták, hogy valami nem stimmel. Tehát a, tényleg így a nyilatkozata alapján, vagy a vallomása alapján, akkor itt azért tényleg komolyabb mentális problémák lehettek a háttérben, és azért ez elég sajnálatos, hogy, hogy még egy ember, akit sikerült gyakorlatilag úgy magára hagyni, hogy az évek alatt így a saját levében forjon, és gyakorlatilag ezek a, ezek a gondolatok, amik ott lappangtak a fejébe, ezek évről évre csak erősebbek legyenek, és, és rábírják arra, hogy, hogy egy ilyen tettet végrehajtson úgy, hogy azért ez nem csak egy ilyen, egy ilyen gyors felindulás volt, hogy na, akkor megszereztük az alapanyagokat, és akkor már egyből robbantottunk, hanem gyakorlatilag többszöri próbálkozás. Itt potenciálisan hosszú idők teltek el, amíg eljutottunk odáig, hogy a terészkörúton megtörtént a robbantás. Az első próbarobbantásokhoz az eszközöket a neten rendelte, ekkor még kisebb adagokkal próbálkozott, mint fogalmazott azért, hogy rájöjjön arra, hogy hogyan is készül a bomba. Többi e címet is használt a rendelésekhez. Amikor később újra kísérletezni kezdett, akkor előbb gázolajjal át az ammónium de ezzel sok baja volt. Nem robbant fel, büdös volt, tehát nem vált be. Ezért aztán apróra törte a gyutacs anyagát, meg az ammónium és azt keverte össze. A robbanást ez esetben gyújtózsinorral idézte elő. Két robbantást próbált ezzel az anyaggal. Az első sikeres próbára az előadása szerint 2016. május a környékén került sor, ezt a telefonjával meg is örökítette. Ezt követően folytatta a próbálkozást, új, tisztább műtrágyát vásárolt, összesen 100 kg -ot. Az új kísérlet során annyit változtatott, hogy a boosternek nevezett összetevőt belejezte a 15% por állagúvá alakított kristálycukorból és 85% ammóniumnitrátból álló elegybe. Ez esetben is gyújtó használt, és egy kiszáradt fa tövébe tette. A fa a robbanás hatására kidőlt, és egy kráter keletkezett a fa körül. Mivel folytán volt a gyújtó úgy határozott, hogy a továbbiakban gyújtó helyett elektronikai eszközt fog használni, és négy darab univerzális távirányítót rendelt meg egy honlapról a személyes átvétel mellett. Ezeket hol egy parkolóban, hol egy panelházban vette át, ahol készpénzben fizetett, és álnevet használva írta alá az átvételt. Ugrókódosat szeretett volna, de nem sikerült, így egyszerűt vette a hozzátartozó vevő egységgel. A négy távirányító egység egy dobozba volt csomagolva. Ezt követően kipróbálta ennek működését, a vevőegységre izzót kötött, majd amikor a távirányítót használta, az izzó világított. Ahhoz, hogy működtetni tudja a bombát, az izzót eltörte, és a gyufa levakart foszforba tette, majd az egészet a primerbe, és amikor a távirányítóval bekapcsolta a vevőegységet, az izzó gyújtást kapott, az begyújtotta a foszfort, majd a foszfor a primert. Úgy nyilatkozott, hogy ezt robbanóanyaggal már nem próbálta ki. Ezt követően a 12 kg összsúlyú, mint fogalmazott az utolsó gyújtózsinóros kísérletnél használta a megegyező robbanóanyagot szerelt fel ezzel a távvezérlővel, és azt működtette el. Ez egy nagyobb fát kivitt, de érdekes módon kráter nem nagyon volt. Május, június, július hónapokban az országban utazgatott, járt több településen és majd hazament és pihengetett. A kirándulások alkalmával többnyire a gépkocsiában éjszakázott, és megjegyezte, hogy több ízben is észlelte, hogy követik. Ezek a követések azért is voltak, mint nyilatkozott, mert megítélése szerint a családon belül valakik rá akartak kenni valamit, de e vonatkozásban, mint fogalmazott, csak találgatásai vannak. Megegyezte, hogy az egyik ilyen, hogy az apja nem is az apja, és az anyja a vér szerinti anyja. A bomba elkészítésének az volt az oka, hogy véget vessen a folyamatos megfigyelésnek, és arra gondolt, hogy fegyvert szerez, és azzal vett véget ezeknek. Elhatározta azt is, hogy Pesten fog robbantani. 2016-ban még nem volt kiválasztva a helyszín, ennek ellenére magával hozta a Budapestre a robbanószerkezetet, amikor július vagy augusztus környékén felutazott. Ekkor inkább kifigyelte, hogy a járőrök hogy mozognak, merre mozognak, milyen útvonalat tesznek meg, és úgy fogalmazott, őket céloztam amiatt, amik történnek velem. Azért fordult a rendőrök ellen, mert azokkal, akik követték, nem tudott volna mit kezdeni, és lehetségesnek tartotta, hogy ők is meglettek vezetve. Először a nyugati pályaudvaron akart robbantani, de mert soha nem volt konfliktus a katonákkal, erről lemondott. A másik oka, hogy rendőröket robbantott a körúton, nem a nyugati pályaudvarnál, katonákat, vagy civileket, az volt, hogy civileket nem akart bántani, a pályaudvaron pedig sok volt a civil. fő szempont az volt, hogy a robbantás irányított legyen, és mint fogalmazott, ne össze-vissza menjen. Kielentette, hogy nem akart ölni, de végül is mindegy volt, hiszen akár egy szeg is elég. A körülti helyszínnek hozzá semmiféle kötődése nem volt. Azért választotta ki, mert ideálisnak tűnt. Mikor kiválasztotta a helyszínt, hazament, lepihent, és néhány nap elteltével visszatért Budapestre, és itt is maradt. Hát egyébként ugye ez tényleg szintén egy eléggé kísérteties dolog, hogy gyakorlatilag te egy tömegközlekedésen utazhatsz egy olyan személlyel, akinek egy ilyen robbanószer van a hátizsákjában, és hát tényleg gyakorlatilag több kiló Szeg van még oda erősítve, vagy oda csomagolva, és hát, hogyha ne Isten tényleg, ugye, amivel kapcsolatban végül is neki is voltak aggájai, hogy egy ilyen bármilyen tetszőleges jel véletlenszerűen aktiválja ezt a szerkezetet, akkor akkor gyakorlatilag egy ilyen tömegközlekedési eszközön is felrobbanhat ez az eszköz. Hát most, hogy mennyire volt elővigyázatos, vagy nem, hát ezt nyilván nem tudjuk, hogy az ilyen jellegű szállításoknál mennyire figyelt arra, hogy tényleg addig is ki legyen herélve ez a robbanó eszköz, de ettől függetlenül tényleg durva, hogy ez így meg is történhetett volna. És hát nyilván azt is érdekes hallani, hogy végül is valamilyen ilyen moralitás volt benne, hogy ő nem akart civileket bántani, meg hogy megpróbált egy olyan helyszínt kiválasztani, ami annak ellenére, hogy egy rendkívül durva, robbanó eszközt rak össze, valamennyire irányított legyen a robbanásnak az iránya, vagy hát a, 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 igen, hát igen, az iránya, de azért durva, hogy azért mennyi minden elcsúszhat itt, és tényleg most attól függetlenül, hogy te egy milyen beugró részt választasz az ki, hogy akkor egy ilyen valamelyes töltsér irányban terjedjen ez a rengeteg szeg, azért tényleg meg annyi dolgon elcsúszhat, és hogy most mekkorát robban, hogyan robban, persze nyilván tesztelgette a különböző alapanyagoknak az arányait, hogyan kell összekeverni, de azért ettől függetlenül, még hogyha ezeket a tesztrobbantásokat teszt végre is hajtotta, azért Ijesztő, ijesztő tény tud lenni, szerintem, hogy attól függetlenül, hogy maga a helyszín mennyire van pontosan kiválasztva, hogy szerintem mennyire vannak jól összekeverve az arányok, és hogy hogy mennyire vannak jól kiszámolva a dolgok, hogy azért itt, itt rengeteg dolog még ennél is jobban félrecsúszhatott volna, és rengeteg áldozatot szedhetett volna ez a robbantás. Amikor felutazott Budapestre, és ott is tartózkodott a továbbiakban egészen a robbantásig, akkor sor került egy atrocitásra, ugyanis ugye a kocsiban aludt a PLG, egy félre első helyen parkolt, ez a Guba környéke volt, itt is aludt, ugye? és itt egy ízben konfliktusba keveredett egy gépkocsi tulajdonosával, aki nagyon figyelte az autót, de az is felmerült benne, hogy ez az ember egy rendőr, aki a szemetelőket figyeli. Aztán egy másik személy ott, ahol parkolni szokott, lerakott egy kupac rothadó húst, de mint fogalmazott, csak reggel érezte a szagot, ezért arrébb állt. Ekkor látta, hogy jön egy gépkocsi utánfutóval, melyen ládákban mindenféle csirke aprólék és vagdalt hús volt. Ezt a szemét kérdőre vonta, az esetet a telefonjával rögzítette. Ugye Ebből egy vita alakult ki, és az az érdekes, hogy a látszik ezen a felvételen, nem nyilvános, ezt csak ugye ítéletből tudjuk meg, hogy a, ennek az autónak a gépkocsijának az ablaküvegében visszatükröződik a PLG-nek a feje, és rajta ilyenkor az a bizonyos karimás sapka, vagy hát horgász sapka, csak ő hívta karimás kalapnak, de a telefonban olyan képek is találhatók voltak, melyet a vádlott minden bizony azért készített magáról, hogy ezen fehér karimás kalapban és napszemekben felismerhető-e. Tehát, hogy ez megint csak egy rendkívül terhelő körülmény, hogy egyrészt abban a karimás kalapban, amelyben a, az elkövetőt elkezdik ö, keresni, a, a személy leírás része egyébként ez a karimás horgás sapka, abban feltűnik egy általa kész vita során az egyik járműnek az ablakán tükröződve az ő feje, melyen a, ezt a konkrét sapkát viseli. Hm. Tehát, hogy ez megint csak rohadtul terhelő, tehát letagadhatatlan, hogy ez megint csak arra, te arra enged következtetni, hogy és hát büntetőjogi bizonysággal megállapítható, hogy a PLG az elkövető. Ezt csak azért mondom, mert mondom, hogy a hozzátartozók mindmáig emlegetik, hogy ez az egész egy összeesküvés, és a gyereknek semmi köze nincs a cselekményhez. A mobileszközről egyébként lementést foganatosítottak, és kiderült, hogy azon nem csak a karimás kalapos képek, hanem bészbósapkás képek is találtuk nagy számban. Ugye a menekülés során a PLG a karimás kalapot sapkára cserélte illetőleg a telefonról lementésre került Mi tettük címmel a belügyminisztériumnak címzett írás, amit a PLG fogalmazott meg, melyben a körúton felrobbantott bomba pontos elkészítésének a folyamatát írja le. Megtalálható volt az eszközön olyan felvétel is, amely a próbarobbantásokkal hozható összefüggésbe, erről a vádlott maga adott számot a nyomozás során tett vallomásában. Az SD kártyáról egyébként lementettek adatállományokat, ebben kapcsolási rajzok is megtalálhatók voltak, meg egyen és váltóáromú áramkörök megszakításával kapcsolatosak, és hát megjegyzést érdemel az is, hogy a videófájlok között nem csupán a szállítóval folytatott vita felvétele, hanem a robbantás követő időszakban több olyan fájl is megtalálható volt, amelyek a robbanással összefüggésben tartalmaztak információt a különböző televíziós társaságok adásából. És hát a Kalina József is rámutatott az ítelt indoklásában, hogy ilyen nagy számban a rögzítés az ügyel csupán az érintett számára hordoz releváns információkat, tehát hogyha a PLG számára egyébként közömbös lett volna a terészkörült robbantás, akkor, akkor se valószínű, hogy ennyi felvételt csinált és tartalmazott volna a telefonján a, a cselekményel összefüggő híradásokból. Hmm. Egyébként a mobiltelefonjában olyan jelű villamosok menetrendjéről is található volt fényképfelvétel, ami némi kép a menekülési útvonal szempontjából relevánsnak tekinthető, és egyébként következetesnek. Érdekes, hogy ugye a PLG ezekben az időszakokban rendkívül gyakran járt Pesten, többször gépkocsival és néha villamossal is. Az esetek többségében nála volt a robbanószerkezettel ellátott táska, azt a hátán vitte és mászkált a városban. A célja ezzel az volt, hogy a kijelölt helyszínre érjen és lerakja a bombát. Azt megelőzően, hogy a robbantást elkövette volna, kétszer vagy háromszor is lerakta a táskát az adott kirakatba, várt arra, hogy a rendőrök elmenjenek, de volt, amikor egyszerűen nem merte ott hagyni, mert nem akarta, hogy mások is megsérüljenek. A célja ugyanis, mint fogalmazott, kifejezetten az volt, hogy csak rendőrök sérüljenek meg. Egyébként számos precedens is van, volt egy felrobbant hátizsákos ügy a hatos villamoson, erről a lik tudósított, legalábbis azt a híradást találta, meg elhelyezzük a show hogy ilyen vegyészmérnöki érdeklődésű egyetemi hallgatók viszik a bombát a táskájukba, az meg működésbe lép a táskájukba, és ott elkezd füstölni, meg rosszabb esetben felrobbantani. felrobbantani. Vanni. a, a tömegközlekedési eszközön, hát ezek, ezek, problémás körülmények nyilvánvalóan. Igen. Tehát látszik, hogy egyfajta rögeszmészség kezdett kialakulni a paplászló gergelyen, ami egy erős paranojával volt terhelve, tehát, hogy nem tudunk elmenni a mellett, a körülmény mellett, hogy a faszi az már teljesen meg volt győződve arról, hogy ez egy országos összeesküvés ellene. Az apja és anyja közelműködésével ügynökségek, vagy hát nem tudom, arc- és név nélküli szervezetek figyelik meg őket, mindenki benne van, valószínűleg a rendőrök is benne vannak, és azt érezte, hogy ezt, ezt meg kell állítania, és ennek az egyik eszköze az volt, hogy egyrészt fegyverhez jut, az soha nem artikulálódott, hogy ő ezzel mit akart volna kezdeni de az viszont igen, hogy ez a robbantás ez gyakorlatilag egy válaszreakció lett volna a részéről, megmutatta volna ennek a arctalan és névtelen erőnek, hogy tudja azt, hogy tudják, vagy tudja azt, hogy figyelik. És ez nekem azt feltételezi, hogy a terőszkidőti robbantás részéről az első cselekmény lett volna, és erre utal egyébként a zsaroló levél is, amelyet a következő részben fogunk kitárgyolni, ahogy a tárgyalásról és a következő részben fogunk beszélni, illetve megpróbálunk kitérni a hozzátartozóinak a védekezésére, és némiképp megpróbáljuk feldolgozni azokat a produktumokat is, amelyeket az édesapja mindmáig különböző ilyen, politikai aktivisták segítségével kitermelni. Ugye a Forgester az egy ilyen, hát elég sokat foglalkozik, nem teljesen evidens számomra, hogy ő milyen titulusban lép fel, valahol azt hallom, hogy ügyvéd, de valahol azt, hogy jogász, de elég rögeszmés fellépése jelnik meg neki is minden tartalmában, és ő eléggé kitartóan hangoztatta, hogy a paplászó Gergely valójában ártatlan. A PLG-nek az apját rendszerint megszólaltatta ezekben a videókban, illetve a Molnár F. Is néha csinált tartalmat a paplászlógergei apjával, de hát a, a, ahogy néztem, amikor élőztek, azt már talán 57 en is megnézték. Úgyhogy, de ezzel mondom, a későbbiekben fogunk beszél, foglalkozni. Hát egyébként tényleg érdekes végigmenni ezen, hogy mennyi ideje is volt ezzel az egésszel foglalkozni, hogy tényleg hónapok teltek el, több alkalommal ácipálta a városon, tesztelgette a, a, a vizet, hogy éppen mikor, hogyan lehet próbálkozni. És hát tényleg szomorú, hogy erre ennyi lehetősége volt, hogy ezt így mint titokban végrehajtsa, és, és, és gyakorlatilag felméri a terepet. Nyilván az már egy szerencsés sebb tényező, hogy annak ellenére, hogy végül is próbált azért ő sok mindenre gondolni, hogy, hogy, hogy nem fogják őt elkapni, hogy valamennyire azért tényleg egy szerencsésebb tény, hogy mind ezek ellenére elbukott, és, és gyakorlatilag voltak dolgok és apró részletek, amikre nem gondolt, és ennek, ennek köszönhetően sikerült végül elkapni őt. Úgyhogy ez volt a terészkerülti robbantóról szóló sorozatunk második része. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kedves hallgatók. Várunk titeket szeretettel a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportban. Péntekenként érkezünk az újabb adásokkal, és maradjatok továbbra is hallgatóink. Köszönöm Dánielnek a részételt, én voltam Rezső. Sziasztok!